12. alkalommal tartották meg Balatonkenesen legnagyobb kulturális rendezvénysorozatát, a Kapunyitót. A két hétvégén át tartó fesztivál keretében mindenki megtalálhatta az érdeklődési körének megfelelő szórakozást. A képzőművészet iránt érdeklődőknek már az első napon akadt program. Fülöp Lajos kiállítását nyitották meg a Kultúraházában. A művész balatoni ihletésű képekkel készült, a terem falaira tájképek, olaj- és akvarell alkotások kerültek. Újabban van ilyen, hogy szerelmes földrajz. Hát én a Balatonban régóta szerelmes vagyok, már több mint 50 éve. És hát a Balaton felvidék is témában is, hangulatában is számomra igen sokat jelent, úgyhogy szívesen festem ezeket a témákat. A jelenlévőket az intézmény igazgatója Györfi Károlyné köszöntötte, az alkotásokat pedig Baki Péter festőművész ajánlotta a közönség figyelmébe. A Balaton mellett élve ezt a természeti csodát festőember számára mi is lehetne más téma, mint a Balaton körülvevő dombok hajlatai, lankái, a természet történései. Ez alól Fülöp Lajos sem tudta, de hogy tudom, nem is akarta kivonni magát, és festőként élvezve a tájat, igyekszik megmutatni nekünk számtalan országot. Rám az itt látható művek közül, annélkül sorrendet szeretnék felállítani, Lajos akvarelljei adnak nagyobb erővel, és kötelező megemlítenünk Egri József festészetét, hiszen kizárt valakire, aki a Balaton festi, balatoni festő, ne hatna valamilyen módon ezen zseniális alkotó művészete. Természetesen nem plagizálásról beszélünk. Fülöp akvarelján is érezhető ez a hatás. Nagyon finoman, érzékenyen érinti őt meg ez a festői szellemiség. Itt három képre hívnám fel a figyelmüket ezzel kapcsolatban, az őszi fényözön, az októberi part vagy a havas Balaton, melyek kiválóan adják vissza ezt a sehol máshol nem érzékelhető, észlelhető levegő vibrálást, lezgő fényeket, színkavalkádot, színözönt, mely szinte láthatatlan látványként, de érezhetően, érzékelhetően itt lebeg a tó tükre fölött, s átlengi a környező dombokat, tájakat. 18 éve nyugdíjban vagyok. Amíg munkaviszonyban voltam, mert azért ebből megélni nem olyan túl könnyű, tehát munkaviszonyban voltam, lényegesen kevesebb időm volt, az akvarell kevesebb időt igényel. A másik meg végül is az akvarellben olyan sajátos hangulatokat lehet ugye visszaadni, amit én nagyon lényegesnek tartok, de ma már úgy van, hogy körülbelül az újabb munkáim, tehát az elmúlt éveket is már beleszámítva, nagyobb része olaj, tehát most már 70-80%-ban olajat festek. Akvarellt egy évben, talán egy hónapig, de akkor elég sokat, mert akkor benne van az ember, tehát akkor formában van. Mert az akvarellhez igen nagy technikai tudás, abszolút biztos technikai tudás kell, és ha hosszabb ideig nem csinálom, az első egy-két képet félreteszem. Aztán utána már annyira engedelmeskedik az anyag, hogy meg sikerült kialakítani egy saját jó technikát, ami mondjuk jellemző az én képeimre. Tehát egyrészt ilyen nagyon levegősek. A megnyitón elhangzott, hogy Fülöp Lajosnak 1961 óta 127 önálló tárlata nyílt meg, és a festészet mellett irodalommal is foglalkozik. Köszöntöm Önöket közműveledési intézményünk nevében a 12. Balatoni Kapunyitó kulturális rendezvénysorozat nyitónapján. A hivatalos kapunyitó a változékony időjárás miatt a Kultúraházában folytatódott, a város polgármestere mondott beszédet, kitért a Széchenyi Parkban 30 millió forintból megépített új vizes blokkra is. Az este folyamán többségében helyi művészeti csoportok léptek fel, így például a Kipkop óvoda növendékei. Csíp, csíp, csíp.
egy dalcsokorral a közönség elé állt a Vas Lajos népzenei verseny Kárpát-medencei döntőse, a Szivárvány népdalkör is. Az első hétvége szabadtéri programjai közül az esőzések miatt csak néhányat tudtak megtartani. Szombaton még jó időben Solymász bemutató volt. Itt testközelből csodálhatták meg az érdeklődők az idomított madarakat. A vasárnapi viharos időjárás azonban már nem kedvezett a műsoroknak, de a város idei borát így is megkóstolhatták azok, akiket nem zavarta változó intenzitásba hulló eső. Mióta foglalkozik szőlészkedéssel, borászkodással? Nálam ez hagyománynak a családban, mert boros családba születtem. Nagyapám, apám, én is apáról, fiúra szállnak ezek a dolgok, és olyan szinten van a dolog, hogy a kisfiam is tavaly a szőlészborász iskolát végezte Villányba, még ennek biztatására, meg a siker érdekéért. És hogyha minden igaz, akkor a 2014-es évben a Város Bora címet sikerült ezzel a borral elhódítania. Mit kell tudnunk erről a borról? Hát ez egy nagyon jó paraméterekkel rendelkező fehérborról beszélünk, mind az üvegben is, ahogyan látszik. És akkor a paraméterei 13,21-es alkoholtartalommal rendelkezik, 6 savval, 60 kéntartalommal rendelkezik. Ugye én nekem hivatalosan megvan a termelői borkimérésem, az Országos Borminősítő Intézethez kell vinnem Budapestre, és ott annak a paraméterek alapján merem ezeket az adatokat mondani és közzétenni. Szeretnénk a továbbiakban is ilyen minőségi szintet elérni a borainkkal, amíg a következő években fordulnak termőre, területek minden. Úgyhogy nekünk ez nagy elismerés a családnak, az édesanyámnak is egyúttal nagy sikere van ebben a dolgokban. Ez nem csak egy személyes dolog, ez családi összefogással megy, úgy kint a szőlőterületeken, úgy, mint benne a pincészetben, amikor készítjük őket. A két hétvége között sem volt üres a Széchenyi Park. A kapunyító színpadán tehetséges fiatal énekesek és bandák léptek fel, így például műsort adott a By the Way. De bemutatta tehetségét a PNR és a Revanche Rock Band, vagy a Mokka Tribal Band. És a fiatal helyi zenei tehetség kér is amúgy is. A második hétvége már igazi nyári meleggel várta a kapunyító résztvevőit. A szombat a néphagyományok és a gasztronómia jegyében telt el. Az idei kapunyitónk esős időjárással indult, de voltak olyan rendezvények, amelyeket nem befolyásolt az időjárás, úgyhogy a főnapokon, az elmúlt hétvégén is az eső ellenére, azt hiszem, hogy elég magas volt a nézőszám, a közönségszám, úgyhogy lassan elmondhatjuk azt, hogy azért az a 12 év megtette hatását, és van létjogosult a kapunyítónak itt a településünkön, hiszen a közönség igénye ezt jelzi egyértelműen. A mai napon remek jó az időjárás, és a mai nap gasztronómiai jellegű nap is, úgyhogy azt hiszem, hogy így a délután folyamán is látszik már, hogy minden bizonnyal estére telt házas lesz a Széchenyi Park. Ökörsütéssel készültek itt mellettünk, éppen a pogácsát árulják, és még rengeteg pogácsa van, amit ki fognak sütni. Mennyire tudja ez ide csalogatni az embereket a Széchenyi Parkba, vagy kell-e, hogy ide csalogassa, mert a programok is elviszik a kapunyitót? Ilyenkor, amikor ilyen gasztronómiai jellegű program is társul a színpadi rendezvényekhez, akkor az a jellemző, hogy megnyúlik a nap. Tehát nem csak az esti időszakra koncentrálódik a közönség részvitele, hanem már így kora délutántól kezdődően. Egyébként óriási mennyiségű pogácsával készültek a kenesei nagymamák, illetve az óvodánk konyháját is
igénybe vettük, segítségül hívtuk, úgyhogy rettenetesen sok pogácsával készültünk. Én azt gondolom, hogy ha a strandon lévő emberek átjönnek este, akkor minden bizonnyal nagyon-nagyon sokan leszünk. A finom falatokat a városban élő lányok, asszonyok és nagymamák biztosították. Hatalmas mennyiségű pogácsát sütöttek a parkban álló mobil kebencében és az óvoda konyhájában. A sajtos mellett hagymás, magos, sósütemény is készült. Nézzük meg, milyen lehet, hogy egy kicsit, mert ez most nagyon-nagyon meleg. És az még gyönyörűen feljött, de hát még nem jó. Még vissza. Honnan lehet tudni, hogy mikor jó? Hát, amikor alul-felül gyönyörű, szép piros, nem tudom kivenni, de mindjárt egyet elrontunk és megnézzük. Ez még itt hófehér, tehát nem. Mert látszik, hogy ott még nyers a tészta. Igen, teljesen nyers a tésztája, ennek is úgy, hogy most szépen visszarakjuk, és még hagyjuk őket melegedni. Így kemencébe egyszerűbb megcsinálni, mint otthon gázon? Hát igen, mert itt azért 4 tepsi egyszerre megy, otthon meg a gázon max 2, ugye? A légkeveréses. Ha nem, akkor meg csak egy. Akkor csak egy, és akkor lassabban megy, nehezebben megy, de itt szebben fel is hozza a kemence. Tehát annak eznek más a hatása. Összeszámolták, hogy hány darab pogácsa készült? Hát azt nem számoltuk össze, de nagy vonalakban elmondom, hogy egy mázsa liszt. Na most egy adag pogácsa körülbelül 50-60 deka lisztet használunk. Abból van egy 50-60 darab pogácsa. Akkor lehet szorozni. Az rengeteg. Te honnan érkeztél ide a kapunyitóra? Én Balatonfüredről anyukámról, és most lejöttem apukámhoz nyaralni. És te szereted a pogácsát? Imádom. És melyik a kedvenced? Sajtos. De nem csak pogácsa sült a Széchenyi parkban, ezt a közel 700 kilós ökröt is itt készítették el. Órákat töltött pácban, majd 7 órát nyárson, és ezt követően a hús még sült egy kicsit a forró pácleves olajban is. A finom falatokat a helyiek és az ide a rendezvényre látogató turisták is megkóstolták. Mi van most itt a tányérom? Kedves uram, ha minden igaz, akkor hátul mögött készített ökörből sült, hagymás burgonyapürével és némi magyaros savanyúsággal. És milyen volt, úgy látom, már ezzel a nagy része eltűnt innen a tányérról? Hát ahhoz képest, hogy éppen csak bele akartunk csöppenni és ízelítőt kapni az aromájából, ahhoz képest tényleg nagyon fantasztikusan finom, puha, ízletes, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó ízen fogyasztjuk, és tetszik nekünk. És ott hol lesz majd ilyen ökörsütés? Hát valószínű nem. Hol tudnánk megsütni ezt a hatalmas ökröt? De ha fogunk ilyet látni, valószínű, hogy meg fogjuk kóstolni, és össze fogjuk hasonlítani ezzel. És honnan érkeztek ide Balatonkenesére? Nyíregyházáról. És hogy érzik magukat itt a Balaton környékén? Nagyon szuper, szuperül. Egy 7 éves gyerekkel vagyunk, és neki ez a mindene. A Balaton. A Balatonpart. A Balatonpart. Ha jól érzi magát, akkor mi is jól érezzük magunkat. És valahol ott van a játszótéren, és játszik. És kulináris élvezetekkel kiegészítjük, és akkor teljesen jól érezhetjük itt magunkat. Már gyakorlatilag egy hete itt vagyunk. Igyekszünk sportosan, hasznosan, és hát a helyi ízeket kipróbálva eltölteni az időnket. Jól érezzük magunkat. Visszajövünk minden évben. A fesztivál minden napján jelen volt a Tátorján játékvár, és mellettük még további foglalkoztatók, játékok is várták a gyerkőcöket. És amíg a csemeték önfeledten játszottak, a szülők pihenhettek az árnyas fák alatt. Honnan érkeztetek ide Balatonkenesére, és gyakran jártok-e ide? Budapestről érkeztünk, hát olyan túlsúlyosan nem járunk ide évente egyszer, egy nyáron. Ma érkeztünk. Ennyi. És hogy érzitek magatokat ezen a rendezvényen? Hát, meddig jó, tetszik. És hogyha minden igaz, itt a háttérben van valahol egy fiatal ember vagy egy kislány, akire most nagyon fel kell ügyelni? Egy fiatal ember éppen ott. És azért jöttetek ide, hogy itt tudjon játszani? Igen. Hát bár mondjuk még kicsi ezekhez a játékokhoz, de el van itt a fülben. A néphagyományok ápolásáról a pogácsa mellett a citera gála gondoskodott. Az első kenesei citera tábor résztvevői kiegészülve környékbeli és távolabbról érkező művészeti csoportokkal adtak több órás, magas színvonalú műsort. Elsőként a legfiatalabbak mutatták meg, mennyit fejlődtek alig néhány nap tanulás után. Thank you.
volt zalaegerszegi és mezőtúri együttes is, és természetesen a házigazda Pannonia Citera zenekar sem hagyta különleges, több szólamban feldolgozott zeneművek nélkül a közönséget. Az est fénypontja az volt, amikor a tábor összes résztvevője egyszerre lépett fel. Közel 80-an szórakoztatták a közönséget azzal a repertoárral, amit a tábor ideje alatt tanultak. A hagyományőrző fellépések után a könnyed nyáresti szórakozásé volt a főszerep. Várkonyi Attila, azaz DJ Dominik és barátai pillanatok alatt házi buli hangulatot varázsolt a parkba. Akik jelentkeztek a mai Kenese Szépe választásra. A hagyományoknak megfelelően idén is megválasztották Balaton Kenese Szépét és Udvarhölgyeit. A verseny zsűrije 11 jelentkező közül választotta ki a három legszebbet. A második udvarhölgy Németh Barbara, az első udvarhölgy Amati Alexandra lett. A Kenese Szépe megtisztelő címet Kis Anna Cecília viselheti egy éven keresztül. Kis Anna Cecília vagyok, 19 éves, Budapestről érkeztem, és most jelentkeztem idén a Semmelweis Egyetemre, gyógytornász szeretnék lenni. Egyébként húgom bíztatott, hogy induljak ezen a versenyen, és nem gondoltam volna, hogy megnyerem. És mit csinálsz itt Kenesét, gyakran jársz erre felé? Minden nyáron, persze. Itt van nyaralunk a Sóshely lábánál, és egy hónapot mindig itt töltök. Vasárnap is érdemes volt kilátogatni a kapunyitóra. Helyi és Keneséhez kötődő amatőr bandák szórakoztatták a közönséget. A zárónap sztár vendége pedig a Bikini volt. A magyar rockzene egyik meghatározó együttesének majd 2 órás élő koncertjével búcsúzott a 12. Balatonkenesei kapunyító. Adjon az ég nekünk mindent!